több beruházás is fut párhuzamosan Nagyecseden, ezek iparterületi infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztésre kialakított projektek. Az egyik legnagyobb a zöldváros rehabilitációja, amely 400 millió forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Ennek egyik eleme a katasztrófavédelmi szolgáltatóház kialakítása már megvalósult, a használatba vételi engedélyt is megkapták idén. A létesítmény a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek és a polgárőrségnek nyújt háttérszolgáltatást. Egy másik eleme a művelődési ház bővítése, amely közel 300 millió forintot tesz ki a teljes támogatásból. A tervek szerint ezt két hónapon belül birtokba is vehetik a lakók. A következő projekt, amit említenék, az iparterület fejlesztés Nagyecseden. Ez egy 120 millió forintos költségvetési program. Ennek is kettő helyszíne van. Az egyik az egy iparterület, jelen pillanatban is iparterületként funkcionáló területünknek a bővítése, mint egy 5 hektárral. Ez a Nagyecsedi regionális hulladékkezelő telep és egy napelempark szomszédságában található, és itt egy 5 hektáros területet körbekerítettünk, közművesítettünk, és ide előzetes megállapodásunk van egy mezőgazdasági feldolgozó céggel, aki reményeink szerint rövid időn belül egy fejlesztést hajt végre ezen a területen, és ezzel is gazdagítjuk a helyi munkalehetőségeket, és nem utolsó sorban az önkormányzat adóbevételeit. A szociális városrehabilitációs program két lépcsős, infrastruktúrális és humán erőforrás fejlesztést is tartalmaz. 90 millió forintból egy kétlakásos társasház épült, a nyugati szegregátumba vezető út melletti járt a térkő burkolatot kapott, és az itt lévő közösségi ház is bővült játszótérrel, focipályával, tárolóval és üvegházzal. Egy nagyszabású térségi program irányítását is felvállalta a település. 5 szomszédos településsel, illetve egy civil szervezettel közösen valósítunk meg egy több éves projektet. Ez egy humán szolgáltatás fejlesztéséről szóló program, amelynek keretében a hiány szakmák betöltéséről koncentrálunk elsősorban, fiatalok helyben tartásáról és a meglévő szakembereknek a szakmai továbbképzése, illetve különböző térségi identitást erősítő programokat valósítunk meg. Ez közel 3 évig zajl, ez a 2,5 éves ez a programunk. Ennek egy teljes költségvetése 250 millió forint, és ez az a program, ami ugye a leghosszabb, ez jövő év elején fog zárulni. Most kicsit csúszásban vagyunk, hiszen a kialakult veszélyhelyzet kapcsán a programelemeknek egy részét nem tudtuk megvalósítani, különösen a rendezvények programelemeket. Ezért ott automatikusan hosszabbodik egy 3 hónappal a projekt megvalósítási ideje. Itt azonban nem állnak meg a fejlesztések, több tervre is pályázati forrást várnak a következő uniós ciklusból. Ukrajnával közösen készített az önkormányzat egy pályázatot, amelyet közvetlenül a brüsszeli forrásra nyújtottak be. Ez tartalmazná a nagyecsedi rendezvénytér 250 millió forintos teljes rekonstrukcióját is. A felújítás időszerű lenne a településen, hiszen évente legalább 3 nagy rendezvényt tartanak, amelyek több ezer főt vonzanak a városba.